minden meghívott és megjelent vendéget. Köszönjük, hogy ezen a tavaszi, novemberi napon ilyen szép számmal összegyűltünk. És köszönjük, hogy az időjárás ilyen kegyes velünk, hogy ilyen szép lehet a mai estény. Ma Szent Márton nevében gyűltünk össze, aki példamutató életével szeretett volna előjárni, és szeretett volna nekünk utat mutatni. A gyermekekkel az óvodában egész héten Szent Mártonról beszéltünk, és megünnepeltük az ő munkásságát, vagy megemlékeztünk a munkásságáról. Mi ma este ennek a jegyében szeretnénk együtt lenni, és szeretném, ha mindenki jól érezné magát itt a mai estén. És mivel ilyen sokan összegyűltünk, ez egy nagyon jó alkalom arra is, hogy megköszönjük először az önkormányzatnak, hogy a nyáron ilyen szépen felújította az óvodánkat, és belülről ilyen szépen megújultunk. És második körben pedig szeretném megköszönni mindazoknak, akik az elmúlt évek Mártonnapi báljaival és 1%-os óvodai felajánlásaival támogatták azt, hogy megépülhessen a nyári szünetben a kressz pályánk, amit már nagyon rég szerettünk volna. Mivel ilyen sokan itt vagyunk, azt gondoltuk, hogy a mai alkalom megfelelő arra, hogy jelképesen birtokba is vegyük ezt a kressz pályát. Szeretnék még külön köszönetet mondani néhány embernek, aki támogatta külön adományával a kressz park megépítését, és szeretném őket személy szerint is kiemelni. Hosszú Józsefet, Reiner Jánosnét, Pető Richárdot, Schaller Robertet, Szileckini Jeli Klárát, Bui Krisztiánt, Verli Ágnest és Szentner Józsefet. Ők még külön támogatták, hogy megépülhessen ez a kressz park, amit a gyerekek nagyon-nagyon nagy szeretettel és szívesen használnak. Az idei Mártonnapi bálunk, amit majd most szombaton fogunk megtartani, szintén még a kressz park bővítése érdekében szeretnénk megtartani, és azt szeretnénk, hogy néhány járművet is tudjunk vásárolni, és ezzel bővítsük az állományunkat. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit majd a szombati bálunkra is, és köszönjük szépen, hogy ma itt vagytok, és szeretnénk majd nagyon szép estét együtt tölteni, melyet a szeretet megvendégeléssel szeretnénk zárni itt az óvoda udvarán. Most pedig úgy kezdenénk a mai estét, hogy közösen elénekeljük Mártonra emlékezve dalainkat, jelképesen végig sétálunk és birtokba vesszük a kressz parkot, és utána pedig elindulunk szokásos mártonnapi felvonulásos körünkre, azzal a kivétellel, hogy ma nem térünk be a templomba. Utána pedig mindenkit szeretettel megvendégelünk. Ehhez szeretnék ma este mindenkinek jó szórakozást kívánni!
táncok, és most lemegyünk oda a keresztpályához, és ott folytatjuk a dalolást, jó? Oké! Bálunk alkalmából szeretettel köszöntök minden meghívott és megjelent vendéget. Örülök, hogy elfogadták meghívásunkat, és eljöttek mai jótékonysági bálunkra. Sokukkal már a 11. alkalommal találkozunk itt. Köszönjük, hogy ismét megtisztelnek jelenlétükkel. Eddigi báli bevételeinkkel óvodánkat szépítettük, fejlesztettük. Az elmúlt 3 év báli bevételeiből és az 1%-os alapítványi felajánlásokból a nyáron sikerült egy régi célkitűzésünket megvalósítani. A gyermekek nagy örömére megépült a keresztpálya az óvoda udvarán. A kivitelező a Geotech Kft. Volt. Jelenleg az otthonról hozott járművekkel közlekednek a gyermekek, és az idei Mártonnapi bál célkitűzése az, hogy strapabíró járműveket vásároljunk a keresztpályához, amelyet november 11-én Mártonnapi felvonulásunk alkalmából jelképesen birtokba is vettünk. Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik támogatásukkal eddigi báljainkat segítették, és ma is azzal, hogy eljöttek mulatni. Köszönjük a nélkülözhetetlen segítők munkáját, köszönjük az önkormányzatnak, hogy itt bálozhatunk, köszönjük a szülők segítségét és felajánlásait és az egyéb támogatásokat. Külön kiemelném a Tár János Spitzbohm zenekart, aki már sok-sok éve támogatja rendezvényünket és gondoskodik az önök szórakoztatásáról. Köszönjük ismét, hogy itt vannak. Köszönöm kolléganőimnek is. Köszönöm kolléganőim fáradozásait is. A hét folyamán igyekeztünk mindenre gondolni, hogy önök a mai estén ismét jól érezhessék magukat. A büfében Felhősné Cigány Judit gondoskodik az ellátásunkról. A szülői közösség pedig meglepetés műsorral kedveskedik önöknek, és nekünk is. Nekünk is meglepetés lesz a mai műsor. Mai Mártonnapi bálunkhoz pedig mindenkinek jó szórakozást kívánunk.
Liebe Gäste, im Namen des Tariana Kindergartens und des Elternbeirats möchte ich Sie alle recht herzlich begrüßen. Schön, dass Sie alle gekommen sind, um mit uns zu feiern. Heute treffen wir uns schon zum 11. Mal hier bei unserem Wohltätigkeitsball. Wir können stolz auf die vergangenen Jahre zurückblicken, denn unser Kindergarten ist immer schöner und schöner geworden. Danke für Ihre bisherige und heutige Unterstützung. Ein Dankeschön gilt auch der Musikkapelle, auf die wir immer zählen können. Ich möchte meinen Dank für alle Spenden, allen helfenden Eltern, meinen Kolleginnen aussprechen, denn ohne fleißigen Helfer könnten wir heute nicht hier zusammen feiern. Zum heutigen Abend wünsche ich Ihnen und uns allen eine gute Unterhaltung. És most fogadják szeretettel a meglepetés műsort. Jó estét kívánok! Nem én leszek a meglepetés műsor, én csak a felvezető leszek, ahogy 3 percet tudom. Úgyhogy én felolvasom, mivel nem volt időm megtanulni. Kedves óvónők, dajkák és bálozók! A szülők nevében meg szeretném köszönni, hogy az óvónők és a dajkák immár 11. alkalommal, fáradtságot nem kímélve megszervezik ezt a nagyszerű mártonnapi bát, amely duplán okoz örömöt. Egyrészt a bálozóknak, akik évről évre jól érzik magukat ezen az estén, másrészt a gyermekek örülnek, hiszen a báli bevétel mindig az ő javukat szolgálja, a fejlesztéseknek ők a haszonélvezői. A 11. alkalom miatt ma nyugdíjba vonul a libánk, ennek majd lesz egy alkalma, majd ezt meglátja mindenki később, és köszönetképpen pedig fogadjátok szeretettel meglepetés műsorunkat. Jó szórakozást kívánok!
We'll be right back.
az idei évben egy picit hozzájárulni lehet a Kresszpályának az eszközeihez, és ehhez ez a kis traktor fog nekünk lehetőséget biztosítani. Van rajta egy nyílás, tehát nem kell táncolni, emlékszünk az elmúlt 10 évben, az egy kicsit kijönni táncolni, nem volt annyira egyszerű. Lehetőség van, hogy aki ebbe beletesz bármit, gombon kívül, pohárköszöntőt mondjon az óvodának. Az a személy,
Mostan, mielőtt elkezdődik az ünnepség, azért azt szeretném elmondani, hogy mi ezzel a kis néhány számmal, az Echo zenekarral, akik tulajdonképpen nemrég alakultak, szeretném köszönteni a dalkört, akik ugye már 35 éve tevékenykednek együtt, és kívánok a műsorhoz jó szórakozást! Megrendezésre kerülő jubileum előadáson. Külön szeretném köszönteni meghívott vendégeinket, Marx Ernő polgármester urat és feleségét, Dr. Marx Mihály alpolgármester urat és feleségét, Gréli György urat és feleségét, a Zenei Egyesület elnökét, József urat és feleségét, a baráti kör elnökét. Köszöntjük az egyesületek, intézmények vezetőit és tagjait, a Zenei Egyesület valamennyi csoportját, régi és jelenlegi kórustagokat és valamennyi jelenlévőt, aki megtisztelt bennünket, eljöttek, hogy együtt ünnepelhessük meg ezt a jeles évfordulót. Ismételem magam ma megint jó tarjáninak lenni. A tarjáni nemzetiségi dalkör 1980-ban alakult azzal a célzattal, hogy közösségünkben a még meglévő német-sváb dalokat összegyűjtsék, gyerekeiknek, unokáiknak továbbadják. Az eddig eltelt 35 év alatt közel 100 tagja volt a dalkörnek. Eddig 150 dalt sikerült összegyűjteni, de még akadnak dalok, amelyeket nem énekelnek. Az eltelt évek során sokan ismerkedtek meg az éneklés szépségével, a fellépések előtti izgalmakkal, a sikerek nyújtotta örömökkel. A fellépések során baráti kapcsolatok szövődtek más énekkarokkal, és sok emberrel ismerkedtek meg a zene világából. Felsorolni is lehetetlen, hogy hány helyen léptek már fel, részt vettek és sikeresen helytálltak több nagyszabású rendezvényen, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, ami minden dalkörnek a vágya. Községünk rendezvényeinek állandó résztvevői legyen az egyházi, községi, nemzetiségi rendezvény. Feltétlenül elismeréssel kell szólnunk, köszönetünket kifejezve a dalkör alapítójának, Godón és Tréli Franciskának,
aki több mint 35 éve... töretlenül a kórus vezetője, irányítója. Fontos megjegyeznem, hogy sikerek elérésében neki fontos szerepe volt és van. Köszönettel tartozunk a dalkör mindenkori harmonikásainak, az állandó és kiegészítő zenészeknek. A dalkör jelenlegi létszáma 27 fő, heti egy alkalommal próbált, igen nagy lelkesedéssel és vidámsággal telnek ezek az összejövetelek. Évente egy alkalommal, februárban, több csoport részvételével rendezzük meg, vagy szervezzük meg a kórus találkozót. Reméljük, dalkörünk még sokáig tudja ápolni a hagyományokat, és tovább tud énekelni maguk és mások örömére. Hiszen tudjuk, mondta Kodály Zoltán, a zene nevesíti és Istenhez emeli a lelket. Örömömre szolgál, ahogy végignézek a teremben, hogy régi dalos társaink közül is többen megtiszteltek minket jelenlétükkel. Sajnos már többen nem lehetnek közöttünk, ezért meg is kérem a Magdit, hogy gyújtsa meg a gyertyát, és miközben meggyújtja, felsorolnám azoknak a nevüket, akik már nincsenek közöttünk. Idős Berendi Mihály, Brunner József, Buncsú György, Buncsú Antal, Buncsú Györgyné, Germuska Kálmán, Kazi Gyula, Kranc János, Martin Antal, Martin Mihály, Mikonya József, Pircinger Györgyné, Schwarzinger Józsefné, Stréli János, Szalcinger Ferenc, Szejler Jánosné, Tomás Gigler, Uttó József. És most arra kérnék mindenkit, hogy álljanak fel, és egy perces felállással álljunk, igen a gyertya az ő emlékére. Köszönöm szépen! Egy mondattal és egy idézettel szeretném zárni beszédemet. Tudjuk, hogy a zene egy összekötő kapocs ember és ember között, ezért az idézet is a zene szeretetéhez kapcsolódik. Zene nélkül nincsen élet. Engem is ez éltet. Nem számít, hogy mosolyra vagy sírásra készed. A zene legyen olyan, mint a világ, mindent és mindenkit öleljen át. Szeretném még röviden megköszönni támogatóinknak, hogy segítették, hogy rendezvényünk létrejöjjön, a Sziget vendéglőnek, a Delikátesz Körösül Editnek, és Hau Ferencnek, és a Marti Réti néninek. Akkor most megkezdjük műsorunkat. Ich bin da, 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 ich bin da
Kleiner bei dir, so macht mir doch auf die Tür. Die Tür und das Fenster geht auf, ja auf, da ruft er mein Fenster hinaus. Er ruft auf ein spitziger Stein und bricht ihm das linke Bein. Er ruft auf ein spitziger Stein, ja Stein, er bricht ihm das linke Bein. Ei Mutter, was hast du getan? Jetzt krieg ich ein Kind und kein Mann. Kriegst du jetzt ein Kind und kein Mann, da bin ich keine Schulde daran. Kriegst du jetzt ein Kind und kein Mann, da bin ich keine Schulde daran. So. Megkérem a kórustagokat, hogy fáradjanak le és foglaljanak helyet, mert most egy kis meglepetés következik. Úgyhogy most négyen szeretnénk egy éneket énekelni, jó? My father, Sennheiser, Jehova Strauss, egy kolera diratta, Dirailand. Van ilyen moly hajrat, moly szóves traum, egy koloradi ratta, dirajlan. Moly szóves traum, egy szóbi hajt hajrat,
Nagyon-nagyon sok élményben volt részünk a 35 év alatt, de ezt a Zsuzsi is említette már. És én azt hiszem, egy csoportnak az a lételeme, hogy fellépési lehetőségei legyenek. És ez tényleg a mindenkori vezetésnek nagyon hálásak vagyunk, hogy a 35 év alatt támogattak bennünket. Itt gondolok tényleg a tanácsi rendszertől, a mostani rendszerig, tehát a mindenkori önkormányzat, mindenkori szervezetek, mindenkori egyesületek mindig mellettünk voltak, és ezért hálás szívvel köszönettel tartozunk nekik, és akkor most jöjjön a meglepetés. További jó szórakozást kívánok, most pedig hallgassanak meg egy eredeti tarjáni népdalt. Van ilyen moly hajrat, te is nozami száj, Fajnion koraró! Ilyet népfül észn, und trinkerán báj, Fajnion koraró! Nos okön, auf bauen, auf die Wirtschaft aufschauen. Damit kommt da Gödel ins Haus, Thank you.
Kegyetlen életünkre menjünk, gondos kenyér keresőjünk. Yeah.
uralni, és tovább érvezni, amennyire tőlünk telik. Hát amit látják, a kezdetben nagyon szép létszámmal voltunk, de igen, csak megfogyatkoztunk, vagyunk talán 13-14-en, és azt szeretnénk, ha volna utánpótlás. Hát a legfiatalabbak is már a nagymama korba léptek, Hol a Rion, hol a Ron? Oh girl,
Bye.
Bodó Zoltán és Téli Franciska a Tarjányi Pólus vezetése mellett 30 éve foglalkozó zenetanítással, s tanítványai is számos zenekart alakítottak. Ez az ének.
Ilonkának köszönhetjük az Utó Illusnak, mert egyszer egy október 23-ai műsoron szerepeltünk, és ő ajánlotta, hogy ez egy nagyon szép ének, úgyhogy köszönjük. Máshol hallottuk már, csak aztán nem tudtuk, hogy itt benne tudjuk aztán, úgyhogy köszönjük az Illusnak. Szervezték meg nagyon szépen, nagyon nagy lelkesedéssel, amit külön-külön nagyon megköszönünk nekik. Lépjetek előre, mutassátok meg magatokat. Nagyon köszönjük, és bízunk abban, hogy tovább viszik majd azt, amit mi elkezdtünk, és mi eddig
csináltuk, tehát nagyon-nagyon sok sikert kívánunk nekik, és akkor most át szeretnénk nyújtani nekik ezt a DVD-t, amit ugye a Falu TV szerkesztőséget csinál. Az, hogy így együtt tudtunk dolgozni, az nem csak rajtam múlott, hanem rajtatok is, és mindent nagyon köszönöm. Fogadjátok szeretettel, jó? Köszönöm. It's something never thought that is correct. For a EU, for a Rome. Finally here, more than flock in the fed. For a EU, for a Rome. És akkor már itt elhangzott, hogy vagyunk egy páran fiatalok. Úgy gondolom, én még csak 3 éve vagyok tagja az énekkarnak, és ezért én is szeretném őket köszönteni. Ott rossz kedély nem férhet el, hol néhány jó társ énekel. Nincs ott irigység, gyűlölet, viszály, harag nem sért szívet, gőg, goncs, mi minden, mi húsba mar, pú, bánat, elmúlik hamar. Ki dalban örömét leli, bűn ebben őt nem terheli. Istennél több tetszést arat, mint más öröm az ég alatt. Köszönöm. Tisztelt jelenlévők, kedves kórustagok, nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket ezen a mai rendezvényen. És engedjétek meg, hogy ott köszöntsem még Nizner Jóskát, Érek település polgármesterét, aki megtisztelt minket és eljött el a nagyon szép rendezvényre. Igen, mert fogja a énekel. Aztán tőlem, hogy hogy lehet ide bekerülni. Igen. Mondtam, hogy mivel Darján még így van esélye, hogy bekerüljön a körbe. Az elmúlt 35 év, vagy egyáltalán 35 év, ha előre tekintünk, akkor nagyon hosszú idő. Belegondolunk abba, hogy 30, ha belegondolok én abba, hogy 35 év múlva valószínű, 90 éves leszek, hogy megélem vagy nem, de ez egy nagyon-nagyon messzi időszak. Ha viszont visszagondolunk az elmúlt 35 évre, akkor azt mondjuk, futamosan elrepült. Miért repült el a 35 év nagyon gyorsan? Azért, mert mozgalmas volt. Mindig volt valahol fellépés, volt egy nagyon jó egyesület, volt egy nagyon jó dalkör, aki ezt az időt, amit az ének tanulására akar fordítani, azt egy közösségben tette meg. Ellentétben azzal, ami a mai világban sajnos bánatunk, hogy a tévé előtt, a számítógép előtt ülnek a fiatalok, és ott töltik az idejüket. Én úgy gondolom, hogy az emberek, azok társasági lények vágynak arra, hogy közösségbe járassanak, olyan közösségbe, ahol jól érzik magukat. A dal kör nélkül, a kórus nélkül Tarján kulturális élete szegény lenne. Hiszen a dalkör az az egyesület, akikre mindig számíthattunk, és számíthatunk én úgy gondolom az elkövetkezendő időben. Nem volt olyan nemzeti ünnepünk, nem volt olyan vendégfogadásunk, nem volt olyan karácsonyi műsorunk, nem volt olyan idősek napi köszöntésünk, ahol a dalkör ne szerepelt volna, vagy ne lépett volna fel. Én úgy gondolom, hogy ennek mindenki nagyon örül. Persze minden egyesületben vannak nehézségek, vannak csúcsidőszakok, meg vannak mélypontok, mint ahogy Mikonya Józsi bácsi is itt a filmen
láthatóan elmondta, hogy 13-an, 14-en voltak. Nagyon örülök annak, hogy ma 27-en vagytok, de még jobban örülnék, hogyha 60-an lennétek, és egy kicsit a fiatalság megerősödne ott hátul. Mert semmi akadály. Egy kicsit kevesebben vannak, de a hangjukról viszont, mivel mélyebb a hangjukról kihallatszanak, még a Pista bácsi hangja is. Úgyhogy tényleg a kórus az, aki az egyik legrégebbi egyesületünk, a legrégebbi, legnagyobb tagságot számlál, kisebb csoportokban. És egy egyesületet, egy kórust összehozni, összeszervezni, az nem egy kis feladat. De hogy ez a kórus az hosszú távon működjön, vagy az egyesület, a szervezet hosszú távon működjön, az már egy igen nehéz feladat. Ehhez kell az, hogy azok, akik ebben a csoportban, ebben a dalkörben vannak, azok ezt szívvel, lélekkel csinálják, és kell egy elős, karizmatikus vezető, aki hátán viszi az egyesületnek a működését. Ebben nincs mindig köszönet, vannak, amikor kritizálják, vannak, amikor irigylik, de én úgy gondolom, hogy ezek az időszakok elmúlnak, azért vagyunk vezetők, azért van a kórusnak a vezetője is, hogy ezeken túllépjen, és tovább vigye, tovább szervezze, tovább tartsa össze ezt a közösséget. Én azt hiszem, hogy a 2015-ös év az a Tarjáni Történelmi Könyvbe a jubilomok éveként fog bekerülni, hiszen most az elmúlt 2-3 hónapban 3 jubileumi rendezvényünk is volt. Az egyik ugye szeptemberben a 25 éves partner kapcsolat megünneplése Stauffenberger, aztán októberben a Spitzbum zenekar 20 éves fennállását ünnepeltük, most meg a 35 éves dalkör fennállását ünnepeljük. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon, nagyon szép pálya volt, nagyon hosszú, nagyon szép pálya volt, és én bízom benne, hogy fiatalok kedvet fognak kapni, mint a Francis is mondta, hogy ez majdnem egy kicsit tattoborzó is, hogyha valaki kedvet érez, akkor nyugodtan Nizner Jóskán kívül is szerepelhet majd a kórusban, és élni is fognak vele. Talán a Tarjáni kórus az egyetlen olyan kórus, aki a hagyományos sváb nyelven, az anynyelven énekli azokat az énekeket, azokat a dalokat, amiket közel 300 évvel ezelőtt az őseink magukkal hoztak. Itt a Kati néni láttam épp az előbb egy füzetet, vagy egy könyvet, hogy 1910 és 1937 közötti feljegyzett dalokat írták össze. Még jönnek az. Nem tudom mennyi volt benne, de olyan 100 biztos, úgyhogy van mit tanulni még, van mit begyakorolni. Néli család, Franciska, meg a Gyuri, meg a Hódokné vitt el tőlünk, ebből a könyvből van a legtöbb dal. Így van. Le fogjuk másolni, Kati néni, és akkor kórusnak a rendelkezésére fogjuk bocsájtani. Remélem, hogy akkor fognak új dalokat is hallani. Nagyon nagy munka van mindig az mögött, hogy a Schwabbal után a kórus találkozó megrendezésre kerüljön, és egy nagyon színvonalas, talán mondhatom nyugodtan országos szinten is az egyik legnagyobb és a legszínvonalasabb kórus találkozó kerül megrendezésre Tarjánban. És attól függetlenül, hogy nagyon sok fellépésnekkel nem tudok ott lenni, azért a visszajelzések azok jönnek, és épp a múlt héten szerdán találkoztam a Dunabog-Bányi polgármesterrel, akinek az első kérdés az volt, hogy mi van a kórusotokkal. Köszönjük szépen, jól vannak, és most fogjuk ünnepelni a 35 éves évfordulójukat, és azt mondta, hogy ő nagyon örül mindig annak, amikor Dunabog-Bányban felléptek, mert egy teljesen más stílus, egy nagyon magas színvonal az az előadás, amit ti ott tartotok. Úgyhogy én kívánom azt, hogy továbbra is maradjatok így együtt, kívánom azt, hogy mindenkit tartson meg a Jóisten előben egészségben, és az elkövetkezendő 40 éves jubileumnál ugyanígy tudjunk itt ülni majd, tudjunk együtt mulatni, tudjunk együtt szórakozni, és aztán persze megyünk tovább a 45 meg az 50 éves, az is előbb-utóbb eljutunk majd abba a korba, amikor mi is beállhatunk átcsosolva, mint a Pista bácsi, mint volt polgármesteret. És itt is énekelhetünk veletek együtt. További sok sikert kívánok, és fogadjátok el az önkormányzat nevében ezt a... Az ajándékot. Hoztam az utánpótlást. Utánpótlás is van. Úgyhogy gratulálok még egyszer, és köszönjük szépen. És vigyétek tovább is Tarján jó hírét.
Kedves Francis, kedves kórustagok! Én a Tarjáni Német Nemzetiségi Óvoda dolgozói és a gyermekek nevében szeretnék gratulálni az elmúlt 35 évhez, és várjuk a következő 35 évet. És köszönjük szépen, hogy ápoljátok hagyományainkat, és megőrzitek az utókor számára, óvodás gyermekeink számára. És reméljük, hogy 35-40 év múlva közülök is már egy-ketten itt állnak ebben a körben, és éneklik régi népdalainkat. Köszönjük szépen, és további munkátokhoz, munkájukhoz, erőt, egészséget, és sok örömet kívánunk. Köszönjük! Én Hámendel, Kártanel Kérdőzök Szalányzat a Tárjánkban, hogy zum Körbetreizig Szinge Bolztár gratulieren, euch viel, viel Erfolg und viel Glück wünschen. Und wir haben ein kleines Geschenk mitgebracht und noch etwas, weil wir in der Schule unterrichten. Wir zwei der Kreissinge und Schobisch Singe, weil unsere Kinder, wenn sie das hören, dann werden sie vielleicht auch ein bisschen Schobisch rein und Schobisch singen. Kedves kórustagok, a zenekarvezetőknek a távolértében nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy fölköszöntsenek benneteket. Az igazság az, hogy amikor itt hallottuk ezeket az énekeket, az első és a második részben, és nekem egy picit úgy vissza kellett múlnom a múltba, és úgy eszembe jutottak azok az esküvők, meg azok a málok, amikor ezek az énekek így a zenekaroknak a szüneteiben felcsendültek, és az igazság az, hogy hát ha egyszer meg lehetne azt csinálni, hogy többen eljöttök a bálokba, és a szünetekben ilyenekkel a zenekart is segítitek, a hangulatot is, és szerintem akkor elképzelhető, hogy sokkal több fiatal is kedvet kap hozzá. És én szerintem a mostani fiatalok, akik a faluban ezek a 20 és 30 év közöttiek, ezek most nagyon fogékonyak rá. És hát én nagyon sok sikert kívánok még nektek, és hát remélem egyszer valahogy össze tud jönni ez a találkozás, és akkor hát ha még több fiatal tudunk bevonni ebbe a kulturális énekkarba, zenekarba és együttműködésbe, jó? Kedves barátok! 12 évvel ezelőtt Francis hívására jöttünk ide Tarjánba, hogy táncot tanítunk, és azóta a forgatag táncegyüttessel dolgozom. És mi mindig úgy tekintettünk rátok és rájuk, hogy a nagymamáik, akik mindig minket... Igen, nem azért, mert fiatal nagymamák is vannak. Így van. Az a lényege, hogy mindig kedvesek is örömmel fogadtak minket, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, és üdvözlünk mindenkit a 35-en, és bízunk benne, hogy nem 35-öt, még nagyon sokat kívánok. Köszönöm. Nem sokat ér, ha magunknak dalolunk, szebb, ha ketten összedalolnak. Aztán mind többen, százan, ezren, még megszólal a nagy harmónia, amiben egyek lehetünk. Akkor mondhatjuk majd igazán, örvendjen az egész világ. Köszönöm. Vajon kitől lehet ez a gondolat? Kodály Zoltán. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves dalkörösök, kedves testvérek! Mi is örülünk, hiszen születésnapot ünnepelhetünk. A Tarjáni Nemzetiségi Dalkör 35. születésnapján. Ezt a dalkört a közösséghez való tartozás, a dal szeretete hozta létre 35 évvel ezelőtt.
hogy hol léptetek fel, mely városokban, falvakban, hazánkban és külföldön. Mely sikerekkel öregbítettétek Tarján jó hírét. Hány és hány alkalommal énekeltetek németül, svábul és magyarul egyházi ünnepeken és megemlékezéseken? Felsorolni is igen hosszú lenne. Minden esetre elmondhatom, ha nem lettetek volna, szegényebbek lennénk. A zenei kultúra nem csak hagyományőrzés, hanem megújuló erőforrás is, sosem fogyó érték, mert aki őrzi, nem lesz szegényebb attól, hogy átadja. Az alkotóerő nem csökken, sőt növekszik, ha másokat is gyarapítunk vele. Ha kihasználatlanul marad, akkor örök hétköznapot írhatunk a naptárunkba, és mindannyian szegényebbek leszünk. És mint az ékszer is holt kincs a láda fenekén, életet kap akkor, ha viselik. A népdal is, a szent ének is minél többeké lesz, annál nagyobb lesz világító és melegítő ereje. Kedves dalkörösök, ezen jeles évforduló alkalmából szívből gratulálok nektek. Köszönjük, hogy vagytok, és még sokáig világítsatok. Isten éltessen benneteket, Isten áldása kísérje a tarjáni nemzetiségi dalt. Engedjétek meg, hogy a Tarján községért baráti kör nevében megköszönjem az elmúlt 35 évben a falu kulturális életéért tett erőfeszítéseket neked, amit köszönünk. Nem olyan munka volt, ami nem érte meg. A mai produkció is, és a videón is láttuk, hogy ez egy termékeny 35 év volt. Én azt kívánom, hogy legyen erőtök, kitartásotok, és egészségetek ahhoz, hogy ezt folytassátok az elkövetkezendő években. Köszönöm. Kedves dalkör, dalkörösök, kedves barátaim, kedves ünneplő vendégek! Ez az év, ez tényleg gazdag jubileumba mondhatjuk, mert a fesztiválon ugye emlékeztünk meg vasárnapi napon arról, hogy 20 évvel ezelőtt megalakult a Zenei Egyesület. Jó 3 héttel ezelőtt a Tarjáni Spitzbohm ünnepelte ugye a 20 éves fennállását, akkor is itt ünnepeltünk. De annyit el kell, hogy mondjak, a legstabilabb, a legerőteljesebb és a Zenei Egyesületünkben működő csoportok között az a dalkör. Amikor ti úgy döntöttetek 96-ban, hogy beléptek, azzal megerősödött ugye annak idején a Zenei Egyesületünk, és azóta tevékenykedünk együtt. Annyira sok szép dolgot hallottam, de ha engedjék meg, hogy ezért személyesen egy dolgot kiemeljek, egészen röviden. Amikor én gyerek voltam, az nem most volt, Francissal nőttünk fel, hol hallottunk mi énekeket, német énekeket. Az egy, ami megmaradt, hogy édesapám, meg édesanyám, amikor varrás közben. Ugye szóltak a dallamok, és mi kisgyerekek úgy füleltük, hogy mit énekelnek, hogy miért énekelnek, ugye, mert nem volt azért egy mindennapos dolog, ráadásul ugye iskolába nem ismerhettük, nem tanulhattam például én németet, ugye, mert el voltam tiltva bizonyos szempont, mert Maszek Szabó, privát Szabó volt ugye az édesapám,
de mégis azért ezek a dalok megmaradtak. Akkor később úgy emlékszem alsó tagozatos koromban, hogy ezt az öregek éneklik ezeket a németeket. Hát mi tanultuk az ott öre dalokat, hát mi voltunk a valakik, és ez csak az öregek dala. És akkor a Francis egyszer csak elkezdett foglalkozni gyerekekkel, és azért hadd mondjam el, és itt ülnek ma is a Schneider gyerekek, a Jani, Erzsi, elnézést a hölgyeket először, a Gyuri. Én tőletek hallottam először fiatalságtól, hogy a fiatal, ezt énekelheti gyerek is. Meg hogy az a zene, amit apámik játszanak, mert ugye én az Omega együttes számait akartam játszani minimum, a Hajszél lehetnék, meg egyebek, hogy ez az öregek zenéje, de nem így van. Azt megalakult, hogy az a kis zenekar, amiből később a Schneider zenekart, és kiderült, hogy bizony az ifjúsági ez a zene. És akkor felvilágzott, és tulajdonképpen ebből, én azt szoktam mondani, ebből nőtt ki, és azért itt hadd mondjam el, hogy ez nagyon fontos, hogy azt is tudjuk, hogy hol van a forrás, ahonnan elindult. Bizony ezek a források, amit az én nagyapai, apai ágamtól, vagy a Józsi bácsi, aki kiemelkedik, ugye, aki végül is az utolsó lökést mondta a Francisnak, amikor 80-ban megalakult. 79-ben kb. Akkor sok minden megalakult. 79-ben alakult a zeneszakkör, a Kármiékkal, meg a többiekkel. 80-ban ugye megalakult a dalkör, közben ugye a Schneider zenekar már országosan híres lett. Aztán a Tarjás Ramli, ugye itt van az Ejtő Józsi is, a zenekarból mi. Tehát hirtelen szabadott volt németül is énekelni. És higgyétek el, hogy akkor ez egy úttörő tevékenység volt, akkor ez nem olyan egyszerű volt, hogy ma mi németül énekelünk. És hát ennek a gondolatnak a jegyében én szeretném megköszönni mindenkinek, aki tagja volt, aki ma is tagja, és aki tagja lesz, hogy ezt a hagyományt tovább viszi, és ápolja. Higgyétek el, ezt tudjuk is, hogy enélkül a dalkör nélkül ezek a dalok bizony már nagyon távol lennének tőlünk. Így viszont a mi korosztályunk is, meg állandóan halljuk őket, bizony bennünk maradnak is, még sokáig halljuk is őket, meg szeretnénk hallani. Jó egészséget kívánok mindenkinek, és engedjétek meg, hogy a Zenei Egyesület nevében gratuláljak. Minden jót kívánok, mi is egy tortával készültünk, Bandi egy virággal a Franciszak. Fogadjátok szeretettel. Na akkor főgalázz egyszer elénekeljük, aztán meg a kacsorénnek a lukáját is el tudjuk. Végszóra kérném szépen azt, hogy akik eddig valaha a dalkörbe énekeltek és itt vannak, nagyon szépen kérem őket, hogy jöjjenek. Két szám erejéig és együtt énekeljük el. Fiúk, most megerősítettek, hogy jó hangosak!
Thank you.